most ezt nem lehet megbeszélni? Vagy nem tudom. Tehát, hogy nézzünk talán egy enyhébb esetet, vagy nem tudom, adott esetben nem enyhébb. Adott esetben nem enyhébb. Kiderül a párodról, hogy neki van egy gyereke. Kucsira. Sokat kapnék. Na, mit csinálsz? Itt vagytok már szép kis családként, de van itt egy porontyis, akit tudtok lizingelni. Aki mondjuk nem sokkal idősebb, mint a ti fiatok. Biztos, nyilván lenne egy első reakció. Mi? Na, az mi? Arra, hogy ki kell önmagából. Tehát azért volt már ilyen. Ezt is irányok, kivonat, hogy előtted vagy utánad, a megismerkedésetek után, vagy ennek készült. Hát az még ez is egy kérdés, ha előttek. Mondjuk beleesett a történet. Igen. Anyám. Na, akkor azért ott egy kicsit hangos lennék, ott kezdődött. Mutasd meg rajtam. Nem ütök. Választékosan beszélnék vele, és kiabálnék. De utána szerintem józan észre, figyelj. Választékosan ismételnék. Palacsinta sütővel a kezemben. Én nyitnék a dolog felé, tehát hogy biztos az az ő gyereke, akkor de cuki biztos, vagy. Hogy akarnám látni, vagy ő látni. Tényleg anya lettél, nem csak én mondod. Nem nagyon anya vagyok, de tényleg anya. És most kamerán kívül mondd el az igazat. Nem, olyan mondom. Mi nekünk annyira összetartott családunk van, és a Gábor is ilyen, szóval véletlenül ilyen, akkor család az család, és a gyerek tényleg nem tehet semmiről. Tehát most miért halagudjunk egy gyerekre, akkor neki próbáljuk az életét hová szedni. Bocsánat, csak nekem ezzel a...